Kétnapos kirándulásunk Dél-Morvaország és Dél-Csehország meseszép tájain. Kora reggeli indulásunkat követően a délelőtti órákban érkeztünk meg a Morvaország gyöngyszemeként is emlegetett járási központba, Znojmóba. Itt elsétáltunk a Farkastorony és a Keresztelő Szent János templom mellett, át a főtéren, egészen a 66 méter magas, 9 csúcsú városházáig. Innen folytattuk utunkat a sörgyár felújítás alatt álló épülete mellett, a 11. századi Szent Katalin rotundához. Rövid pihenőnk alatt, az elbűvölő panoráma megcsodálása mellett rengeteg fotót is készítettünk. Innen folytattuk utunkat a város jelképének számító 1348-ban épített Szent Miklós plébánia templomhoz, ahol Szent Bonifác maradványai mellett megcsodáltuk a különleges, földgömb alakú szószéket is. A templom mellett található kétszintes Szent Vencel kápolnából csodás kilátást nyílt a folyóra és a szemközti rotundára is. Ezután következett az egyik legizgalmasabb programunk, a város alatt 27 kilométer hosszan húzódó, négyszintes, 14. századi katakomba rendszer megtekintése. Itt még egy kis tréfában is volt részünk. Elbúcsúzva a várostól, folytattuk utunkat a ponthalászat központjába, Trebonyba, ahol először a város határában, gyönyörű természeti környezetben található Schwarzenberg kriptát kerestük fel. Ebben a rokokó kastélyhoz hasonlító épületben helyezték el a Schwarzenberg család tagjainak testét, míg szívük Cseszki Kromlóban, a Szent Vitus templomban talált örök nyugalomra. Ezután rövid szabadidőt követően felmentünk együtt a Városháza tornyába, ahonnan csodás kilátás nyílt a városra és a határában húzódó világtóra is. Mai napunk utolsó állomása Dél-Csehország fővárosa Cseszka Budajovice volt. Itt először a helyi, állami tulajdonban lévő Budvarsörgyárat látogattuk meg, ahol helyi idegenvezetés keretében nyerhettünk bepillantást a sörkészítés rejtelmeibe, majd a jéghideg pincékben meg is kóstolhattuk az itt készülő finom Budweiser sört.
Ezután elfoglaltuk szobáinkat belvárosi szállodánkban, majd szabad program keretében sétálgattunk a városban, hideg sörrel és finom cseh ételekkel enyhítettük szomjunkat és éhségünket is. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Második napunkon, a reggelit követően búcsút vettünk a várostól, és elindultunk a közeli Český Krumlóba, ahol hagytuk magunkat elvarázsolni a városka múltat idéző bájával. A Várhídon áthaladva köszöntöttük a várállókban lakó Macikat, majd együtt felmentünk az 54 méter magas, hatemeletes, kör alakú toronyba, ahonnan csodás kilátás nyílt az alattunk elterülő, 40 épületből álló várra, a várost kettészelő Moldva folyóra és az óvárosra is. Jártuk a vár öt udvarát. Áthaladtunk a Palásthídon. Majd együtt megcsodáltuk a barokk teraszos parkot, és az egyedülálló, forgó, szabadtéri színházat is. Még időztünk egy kicsit a városban, majd elindultunk mai utolsó állomásunkra, a meseszép Luboka kastélyba. A windsori mintára épült fehér falu, romantikus kastély mindannyiunkat elvarázsolt.
áhítattal jártuk végig a szebbnél szebb termeket. Sétáltunk a csodás kastélyparkban. Fáradtan, de élményekkel gazdagon köszöntünk el Csehországtól. Köszönöm, hogy ismét ennyi élménnyel lettünk együtt gazdagabbak.